lisztet! Eredvéluk a malomba! Óvodások és alsótagozatosok kedveskedtek színes műsorral egykori bölcsődei gondozóiknak. Mint azt a bölcsődei ellátásban dolgozók mondják, anyagi és erkölcsi elismerésben kevésbé részesülnek. A gyermekektől és a szülőktől kapott egy-egy hálás szó vagy mosoly jelent számukra visszaigazolást. Szeretjük ezt csinálni, szeretjük a gyerekeket, és hosszú évek óta csináljuk ezt, és a szülőktől, ha egy kis megbecsülést, megértést kapunk, akkor ez segíti, hogy túltegyük magunkat az anyagi és egyéb elismerések hiányának. Brájer Éva Székesfehérvár alpolgármestere úgy véli, igenis meg kell köszönni a bölcsődékben dolgozók mindennapos, áldozatos munkáját. De egy család rákényszerül arra, mert a megélhetése ezt szükségessé teszi, hogy bölcsődei szolgáltatást vegyen igénybe, akkor tudjuk, hogy milyen fontos ez az édesanyának is, hogy nyugodtan mehessen dolgozni, hogy nyugodt körülmények között tudhassa a gyermekét. Úgyhogy ez a nap nagyon érdemes arra, hogy mindezt a munkát, ezt a nagyon nehéz, de azt gondolom, hogy nagyon sokszor nagyon hálás feladatot, munkát megköszönjük mindazoknak, akik ennek a részesei. Székesfehérvár önkormányzata egyébként mindent elkövet annak érdekében, hogy növelje a bölcsődei férőhelyek számát, ezzel megkönnyítve a szülők dolgát is. Ezen kívül folyamatosan zajlanak a felújítások is az intézményekben.